Hogy Gyöngyösről hogyan jutottam el a színművészetéig? Az én szüleim egyébként ők nem gyöngyösiek, hanem az édesanyám budapesti lány volt, apukám pedig Újvidékről származott, és, de aztán később Pestre került ő is, úgyhogy ők azért abban a forgatagban nőttek fel. Anyukám imádta a színházat, de nem csak a színházat, hanem a művészeteket általában, az irodalmat is, és rengeteg könyvünk volt mindig. És tulajdonképpen ő színésznő szeretett volna lenni. Tehát amikor én megszülettem, akkor szerintem onnantól kezdve én erről mindig hallottam, hogy ő színésznő akart lenni, és egy édesapámmal egyébként egy ilyen üzemi színjátszókörben ismerkedtek meg, tehát mégiscsak volt valami, szerintem már a fogantatásnál valami, ami a színházból jött, tehát én mindig a színházról hallottam. Én emlékszem arra, hogy az anyukám mesélt előadásokról, mesélt szerepekről, amiket játszott, vagy amiket látott szerepeket. Tehát benne van a fejemben, és arra is emlékszem, hogy nagyon sokszor, mivel Gyöngyösön laktunk, színházba nyilván nem tudtunk sokat járni, de rengeteget hallgattunk rádión színházat, és akkor anyukámmal feküdtünk, összekucorogtunk az ágyon, és hallgattuk a rádióban a különféle közvetítéseket. Tehát a mai napig, hogyha ilyesmit meghallok, vagy tehát most már nagyon ritkán, de akkor abban a pillanatban az egész gyerekkorom úgy egyszer csak úgy betüremkedik. És akkor én arra emlékszem, illetve anyukám is arra emlékszik, hogy amikor én elkezdtem beszélni, amikor már megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel, akkor mindig azt mondtam, hogy színésznő szeretnék lenni. És nem is nagyon tántorodtam el ettől. Néha volt olyan, amikor nagyon erősen sportoltam, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak testnevelő tanár leszek, vagy edző, vagy érdekelt a történelem, akkor a régészet felé hajlottam, de ezek olyan pici kis villanásnyi részek voltak az én pályakeresésemben, hogy igazán, igazán stabilan mindig színésznő szerettem volna lenni. Versmondó szakkörökben jártam, színjátszó szakkörben nem, vagy akkor éppen, akkor már Tatabányán laktunk, amikor én az iskoláimat végeztem, de szavaló versenyeken részt vettem, azokat nagyon szerettem, anyukámmal készültem a különféle szavaló versenyekre, úgyhogy aztán jelentkeztem, és fölvettek 18 évesen, tehát tulajdonképpen addig olyan nagyon nyílegyenesen zajlott ez az egész. A versmondásnak van egy sajátos magyar iskolája, ugye Latinovics könyvet is írt erről. Mennyiben számít az jó elő tanulmánynak, hogy kiművelni, kimunkálni 15-16 évesen mély gondolatú verseket, mert a magyar irodalom általában nem sekélyes, hanem amiket már színpadra érdemes vinni, vagy szavaló versenyre érdemes venni diákként, azok igenis nagyon magvas és komoly művek. Igen, és általában ilyeneket is választ mindenki, tehát nagyon, meg ezek érdeklik, szerintem egy 15-16 éves gyereket egyébként nagyon komolyan érdekli a létünk és az ehhez tartozó mindenféle nagy istenkeresés, és nem tudom, tehát amikről a versek szólnak, szerintem azok megérintik a kamasz gyerekeket, mert pont abban a korban vannak, amikor ezek a gondolatok azok nagyon, nagyon erősen kapcsolódnak, vagy legalábbis a mi életünkben ez így volt, nem tudom, hogy a mai fiatalok hogyan gondolkoznak, de a mi életünkben így volt, hogy nagyon komoly gondolatokat kerestünk a versekben, amiket meg is találtunk, csak hogy ezt hogyan lehet előadni, az már egy másik kérdés, hogy való-e, vagy egy kamasz szájából ez hogyan hang. De mindenképpen nagyon jó előtanulmány a színművészetére, mert pontosan ezeket a tartalmakat, amit keres az ember, hogyan tudja kifejezni, ahhoz egy vers, az egy nagyon-nagyon komoly megmérettetés, de egy nagyon-nagyon jó előtanulmány is. Maga rengeteg szerepet tart fejben, meg kell fölfrissítenie, és emellett még most is verset mond, és még a tévében látunk néha egy-egy adásban azért egy-egy. Most József Attila ment múlt héten. Véletlen csíptem el egyébként. Tehát mai napig ezt a műfajt fontosnak tartja? Ezzel van önnek közlendője? Nagyon sok verset tudtam, és amikor a főiskolára jelentkeztem, akkor rengeteg, nem tudom, 80-100 vers volt a fejemben. Én annyiból választottam ki azt a 15-öt, amivel jelentkeztem a főiskolára. Tehát rengeteg vers volt a fejemben, de ilyen piciktől kezdve a nagyon hosszú terjedelműek is.
És mert mindig valamiért izgatott. És azokat megtanultam, és nagyon jó volt akkor még a memóriám, tehát nem volt kérdés, hogy akkor elolvasom háromszor, és ott marad a fejemben. Tehát nagyon sokat vittem magammal folyamatosan, benne voltak a fejemben, de aztán amikor a színház jött és a főiskola jött, akkor valahogy a versek úgy háttérbe szorultak, és nagyon sokáig nem is foglalkoztam a versekkel. Tehát igazán egy pár éve érzem azt, hogy újra elő kéne venni, hogy újra kéne valamit kezdeni, hogy pont lefelé jövet, beszéltünk Péterrel, hogy össze kéne állítani egy olyan estet, amiben azokat a verseket összerakom, amihez nekem közöm, vagy amiért valamiért fontos, vagy most amiről beszélni szeretnék a versek által, abból lehetne csinálni valamilyen önálló estet, vagy akár ketten egy estet csinálhatnánk belőle. Pontosan azért, mert olyan fantasztikus az irodalmunk és a vers irodalmunk, hogy egyszerűen ez egy küldetés, és azt gondolom megismertetni az embereket a versekkel. Gyönyörű gondolat. Tehát magánál akkor a vers és az anyuka és a színpad a diákkorban, ezek voltak a motiváló tényezők. Nagyon jó. Péter, nálad mi a helyzet szülői háttér indítás szempontjából, és amikor magadat látod első éves főiskolásként, egyenes út vezetette oda, vagy pedig azért ez nem volt egyértelmű, te is másról is gondolkodtál a gimis korodban? Eszter használta a stabil szót, tehát hogy ő stabilan mindig színésznőként látta önmagát. Én ezt roppant mód tisztelem. Tehát nagyon, nagyon tisztelem azokat a kollégákat, akik előtt megjelent ez a kép. Hallható hátul, vagy közelebb kell tartsam? Akik rátették magukat erre a sínre, és ezen végig akartak robogni, ha esik, ha fú. Én valahogy mindig megszállottan dolgozom, azt gondolom, de valahogy mégis minden mellette még sok-sok esetben izgatott. Tehát a sors úgy hozta, hogy jogra egyébként engem előbb vettek föl. Ez egy érdekes helyzet. Van genetikai előkép az esetemben. Az én dédnagyapám egy Bálint János nevű óriási figura lehetett, amit tudok a családi legendáriumban tőle. Állítólag Nagyváradon színiiskolán végzett, és színész és rendező volt. Néhány fotó maradt meg tőle, és egy-egy plakát, és az egyik plakát az hát különösen érdekes volt számomra. Zilahi Lajos, Süt a nap című színdarabja, rendezte Bálint János, így hívták a dédnagyapámat, végig megy a szereposztás, kisfiú Major Tomika. Tehát az az érdekes helyzet állt elő, hogy az én dédnagyapám rendezte az akkor még kisgyerek Major Tamást, akinek aztán megpróbáltam ezt elmesélni egy liftben, amikor a színművészetén ő ugye tanárként jött-ment, de olyan halkan és olyan zavarodottan meséltem el ezt a történetet, hogy semmit nem hallott belőle. Tehát semmiféle reakciója nem volt. Gondolom, ha hallott volna valamit belőle, akkor azért csak kaptam volna tőle egy barackot a fejemre, de semmi. Ez nagyon életem egyik legnovellaszerűbb jelenete volt. Két emeletnyit ment fel a lift, ezzel a gyorsan megpróbáltam zavartan elmesélni ezt a történetet, és aztán kilépett a liftből, és ez így maradt. De nyilván ez a dédnagyapa bennem van, hát ezt kár tagadni. Dánielfi Zsolt kollégám, Debrecenben színész, ő nagyapajáról van szó, tehát mi egyenes ági rokonok vagyunk. Édesanyám B-kategóriás rendező volt, ez akkor volt egy ilyen fogalom a 60-as, 70-es években, és ő másképp csinál, nem tudom, az irodalmi színpadokra emlékeznek-e, hát azért azok a kötelező körök, akkor ilyen földanyalnak az anya, április 4-ére kórusok. Édesanyám mindig kicsit színházszerűbben csinálta meg, általában meg is nyert mindenféle versenyeket abból az időszakból. Édesapám pedig Vácon volt egy időszakban a kultúrháznak a vezetője. Amiből azért néhány dolog az nekem jól jött, egyrészt ő fotószakkört vezetett, ott imádtam, nem tudom, ki emlékszik még arra, hogy annak idején majd emlékeznek arra, amikor a fixírozóból előjön a kép, kinek van ilyen emléke, hát az egy mágikus dolog volt, tehát próbáltam belógni, ott sok minden volt a Váci Művházban, volt aktfestészet is, oda 8 évesen próbáltam belógni, de
ott az hiába voltam modellnek, vagy az igazgató. Nem, nem annyira modellnek, hanem meg akartam ismerni a női nemet úgy végre Isten igazából, de ezzel még sajnos várnom kellett. Viszont a lényeg, hogy a moziban én állandóan ott ültem. Tehát a VIP sor volt, az annyi volt, hogy két sorra hátrébb volt, és ott nem ki tudtam lógatni, egyébként nem túl hosszú lábamon. Én rengeteg filmet néztem meg, és nagyon sokszor néztem meg ezeket a filmeket. Tehát a filmhez való kötődés, és a fényképhez, a fényképezéshez, a komponáláshoz való kötődés az édesapám keresztül megvolt. Tehát van előzmény. A legszebb dolgok egyike a véletlenek sokasságában a mindannyiunk életét jellemzi, és aztán utólag azt érdemes föltenni a kérdést, hogy ezek véletlenek voltak-e, hogy az Eszter szülei, akik egészen más generáció, mint az én szüleim, ugyanabban az évben és ugyanabban a városban kötöttek házasságot. Tehát Egerben, ami egy érdekes véletlen volt, nem akarok elkalandozni, majd lehet, hogy elmondom, de most már belebonyolódtam, hogy amikor először voltam Eszteréknél, ez annyira érdekes volt, hogy gyakorlatilag tudtam, hogy hol vannak a könyvek. Ugyanolyan berendezés volt, ugyanazok a dolgok foglalkoztatták őket. Tehát olyan volt az első alkalom, mint a hazamentem volna. Ez különös volt. De valóban két... Én nekem is a sport az nagyon erősen belejátszott az életem. Én a Vasasban fociztam, és nem is rosszul, Vasas ifiben. De valószínűleg igazán nagy tehetség nem voltam, de akkor még volt egy olyan pillanat, amikor a Pesten a Pince Színház az egy nagyon, nagyon izgalmas hely volt, aki ott jól szerepelt, előbb-utóbb fölvették a színművészetire. És egy szavaló verseny után engem oda lehívtak, de megjelentem ott, megnéztem, hogy hogyan zajlik minden, de azért még visszamentem a Vasasba edzésre. Tehát volt egy olyan pillanat, amikor még a focit választottam. És aztán én beadtam a jogra is a papíromat, és amikor én először jelentkeztem a színművészetére, ott az utolsó fordulóban kiestem, és elmentem a jogra, oda fölvettek. Édesanyám mondta, hogy menjek el, mert hogyha elmenjek, fölvesznek a színire, elvisznek katonának, onnan jelentkezem, másodszorra fölvesznek, és nem vesztem el a 11 hónapot. És ez történt. Édesanyám ezt ravaszkodva mondta, mert ő kicsit féltett a színészettől. De valójában tényleg ez történt meg. Tehát én végül azokkal jártam együtt, akikkelhez nem vettek föl. Tehát ugyanabban az osztályban jártam, csak egy év kihagyással. Ennyi így az én előzményem. Fotográfiát említetted meg a filmet. Ma a szemléletedben, tehát látunk ilyen elképesztő misztikus verkfilmeket, amikor a rendező ott van a master mögött, és nézitek együtt a kamerát, te képi látású vagy? Tehát amikor elképzelsz valamit, hogy hogy szeretnéd a filmetben megvalósítani rendezőként, akkor ez ott lehet valahol hátulról ez a motiváció? Hát, vagy pedig történetmesélő vagy inkább? Tehát... Hát a kettő együttműködik. Tehát ott, ahol nem jelenik meg kép, ott gondolkodnom kell azon, hogy mi a baj. Tehát miért nem látom. Színdarabot olvasni is, az nem olyan egyszerű, tehát az ember főleg az elején még keresgeti, aki kicsoda, aki kivel beszélt, de nagyon fontos látni a jelenetet. Másképp nem érdemes filmről beszélni. Ugyanakkor a történetmesélés szerintem egy kulcsmondat, amit most mondtál. Én szerintem bármilyen műalkotásról van szó, ez furcsán fog hangozni. A modern tánctól a festményig engem az hoz lázba, ha egy festmény kapcsán is egy történetet látok magam előtt. Akár nyilván csendélet esetén ez komoly fantáziát igényel, tehát nem feltétlenül erre gondolok, és nyilván van nagyon sok olyan alkotás, ami kifejezetten csak az idézőjelbe teszem a csakot, szándékai szerint is a zsigerekre hat. A modern művészetnél rengeteg ilyen elem van, hogy te én erre asszociálok, te arra, a harmadik amarra. Én igazán azt szeretem, ha van egy közösségi érzés, a színházban ugye ez fülön csíphető, hogyha egy pontos jelet ad le a színház, vagy a zene, vagy bármilyen művészeti alkotás, akkor szerintem ugyanabban a pillanatban, nem feltétlenül ugyanarra gondolva, de ugyanúgy egy nagy emóciót, ugyanabban a pillanatban vált ki nagy emóciót a közönségben. Nyilván egy thriller esetén, hogyha egyszerre sikít föl a mozi összes látogatója, az ott fülön csíphető. Egy színházban, ha egyszerre kezdenek el röhögni, akkor az fülön csíphető. Nyilván nem hullámokban kezdik. Ha pontos az információ, akkor az emóció közösen váltja ki az ott ülőkből, és én valahogy igazán ebben hiszek, ehhez pedig történetet kell mesélni, úgy gondolom. Az egész életünk az eleje közepe végére van kitalálva,
mégiscsak megszületünk, bejárunk egy utat, és aztán búcsúzunk. És valahogy szerintem ugyanúgy a zenében, a minap ezen gondolkodtam, mitől sláger valaki, vagy miért van azt, hogy azt mondjuk, hogy egy harmónia az moll vagy dur. Ez milyen furcsa dolog. A mollra azt mondjuk, hogy harmóniát, harmonikus érzéseket kelt, leegyszerűsítve a dur meg fölkavar. Tehát a tonika, domináns, szubdomináns tonika, ez ugyanaz az ív, ennyire emlékszem gitárba, azért nem vagyok egy művelt zenész. Két évig Kessler tanultam. Két évig. Tehát, de helyzetet. Ott is van egy ív, tehát valahova visszaérünk, és szerintem az embernek van egy vágya arra, lehet, hogy pontosan ezért, mert az a saját életünk is így van berendezve, hogyha hallunk egy történetet, annak legyen eleje, közepe, vége. Ezt a görögök remekül kitalálták a drámában, tehát a történetmesélést nagyon fontosnak tartom, és a modern táncot is akkor élvezem, hogyha bennem összeáll egy történet, hogy mi történik. Lehet, hogy az én történetem, de kapok egy esélyt rá, hogy összeálljon. És a képi látás meg természetesen színházban, filmen az elengedhetetlen, hogy lássam magam előtt a szereplőket, a környezetet, a hangulatot, az lehív már egy zenét. Tehát ha igazán hat az ember egy darab, amit rendezőként keresve darabot vagy forgatókönyvet olvas, az nyilván kell, hogy lássa. De ez egyébként mind így vagyunk. Nyilván az egy szakmai ártalom, ha már el is kezdett, de egy jó regénynél az ember önmaga lát képeket, ezért csodálatos olvasni, és ezért sajnálja az ember, hogy kopik ki az életünkből, mert egy regénynél az ember maga összerakja a figurákat, és sose felejtem el, hogy ez milyen fontos volt, és mennyire átjárta az embert annak idején, mikor a Vácon rohantam a könyvtárba az újabb Vernékért. Köszönjük szépen. Eszter, benn vagyunk a főiskolán, és közben pedig tényleg pörög a szakma, akkor nyilván olyan óriási impulzusok érik a hallgatókat, hogy fantasztikus, és mégis csak egyes kiválóságuknak adatik meg, hogy a tanáraik már hívják őket színpadra, hogy társulati tagok lehetnek, vagy filmben szerepelhetnek. Ez hogy alakult Eszter esetében? Ez nem magától értetődő? Nem, olyannyira nem, hogy nálunk akkoriban az volt a szokás, hogy harmadévtől lehetett elmenni dolgozni. De attól Kerényi Imre akkor rendezte az István a királyt a Nemzetiben, ezért mi, mint az ő hallgatói, vagy mint az osztálya, mi oda mentünk másodévtől gyakorlatra a Nemzetibe. Nyilván, hát akkor még kisebb szerepeket, illetve inkább statiszta szerepeket játszani az István a királyban. De közben engem Ádám Otto felkért egy tévéjátékban egy fiatal női főszerepre, Németh László Villámfénynél című darabjában, és én együtt játszottam Huszti Péterrel, Almási Évával, Sütszilával, Lőte Attilával, tehát az akkori nagy színészekkel a Madách Színházból, aminek a következménye az lett, hogy engem ő áthívott a Madách Színházba Csehov Cseresnyés kertjében Ánya szerepére, aztán Szomori Dezső Takács Alisz című darabjában a címszerepre. Tehát én abban a pillanatban nekem elindult a pályám. A színházi is, tehát amíg a gyakorlaton voltam a Madách Színházban 2 évadot, de tulajdonképpen a filmes pályám az abban a pillanatban elindult. Tehát én második fél évétől én folyamatosan forgattam, folyamatosan filmeztem, tehát én még főiskolásként csináltam olyan filmeket, mint Makkárolynak az utolsó kézirat, vagy a Csinszka, vagy az Édesanna, illetve az a már vége volt a főiskolának az Édesanna, igen, meg még számos tévéjátékot. Tehát rengeteg minden volt már mögöttem, mikor végeztem a főiskolán, és akkor tehát nekem annyira egyértelmű volt, hogy nekem a film a minden, mert valahogy ott tényleg ott igazán, ott, nem tudom, otthon éreztem magam, tehát tudtam, hogy működik a dolog, tudtam, hogy mennyi kell belőlem, vagy éreztem, nem is tudtam, éreztem azt, mert semmi tudatosság nem volt az én szerintem az első munkáimban. Én néha rácsodálkozom azokra az első munkákra, hogy én ezt tudtam. Tehát, hogy voltam, most néztünk pont, egy filmbe belenéztünk, és tényleg azt gondoltam, hogy én nem, tehát, hogy én ezt tudatosan nem alkottam akkor meg, tehát, hanem az ösztönök jól működtek, az ösztönök illetve működtek, mert nem lehet 18-20 évesen szerintem ilyen nagy formátumú szerepeket eljátszani, hanem a rendező és az én ösztönöm a kettő együtt valahogyan ezt megalkotta. Úgyhogy én mondom, én rengeteget
filmeztem, és még közben a főiskolán megszületett az első gyermekem, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sűrű volt az az időszak. Igen, de ez közben pedig kérdéseket is vet fel, tehát hogy ugye a Madásban, én azért azt mondanám, hogy ez már-már kvázi társulati tagság volt ez a két év, a 88-89-90 tájéka. 87-88. Igen, 80, igen. Tehát kvázi társulati tagnak lenni egy nagy színházban, ami akkor a 80-as években azért, tehát a 80-as évek Madás Színháza még a régi nagy Shakespeare vonulatot őrizte, a legnagyobb Shakespeare játszó színháznak tartották ugye korábban a Madácsot, és aztán mára pedig a legjobb zenés színház. Tehát eltelt 30 év, és átalakult a profilja teljesen. Szirtás tanárul ezt a műfajt azt hiszem, hogy fantasztikus magasságokba emelte, nemzetközi jogdíjakat játszanak, óriási. De akkor, amiben Eszter még benne volt, akkor már elindult ez a fajta irány Kerényékkel, de még megvolt a klasszikus színház. Amikor választania kellett fiatalon, hogy kísérletező, experimentális, új műfajok felé megy, vagy pedig a klasszikusban megpróbál a régi nagyok mellé beállni, volt-e ilyen dilemma magában, vagy pedig mindenevő volt? Amikor végeztem a főiskolán, akkor Ádám Otto, akkor még az utolsó éve volt, illetve akkor még nem tudtam, hogy az utolsó éve volt a Madách Színházban, de ő felkínált nekem szerződést, hogy maradjak Pesten, és szerződjek a Madách Színházhoz. És ugyanígy kaptam egy felkérést Bálint Andrástól a Radnóti Színházba. De akkor azt gondoltam, hogy ennyi film után, pontosan azért, mert egyrészt mindent szeretnék játszani, és akkor azt gondoltam, hogy most egy olyan kis, hogy nem tudom, mai értelemben olyan felkapott színésznő voltam, de annyi mindent nem tudtam a szakmáról, főleg a színházi szakmáról. Mert a főiskola az nekem nagyon a filmezéssel telt, vagy leginkább a filmezéssel telt, úgyhogy én kaptam egy felkérést még Asher Tamásiktól Kaposvárra, úgyhogy azt gondoltam, hogy nekem kutya kötelességem lemenni vidékre, Kaposvárra megtanulni a szakmát. Úgyhogy fogtam magam, és lementem Kaposvárra, mert azt gondoltam egyrészt, hogy sok műfajban, minden műfajban, és mindent meg kell tanuljak, úgyhogy nem töltöttem ott hosszú időt, De minden esetre ez volt a célom, hogy belevetni magam a sűrűjébe a színházi életnek. És ez pont akkor volt, amikor a Csinszkát nem csak a moziban, hanem a tévében is leadták, azt és akkor magát mindenki ismert, és megszólították az utcán, fiatal, kezdő színésznőként. Megismerte, ugye akkor egy tévé volt, emlékszünk. Egy vagy ráadásul hétfőn nem volt, mindig felszoktuk ezt idézni. Milyen jó időszak volt, hogy nem volt ennyi csatorna, és hétfőn szünet volt. És ez valóban így volt, hogyha lement egy film, egy új tévéjáték, akkor másnap mindenki ismerte a benne szereplőket. És ezzel együtt, tehát ilyen országos ismertséggel állt a mögött, azt mondta, hogy elmegyek a Csíkig Színházba, és megtanul a szakmát. Így van. Fantasztikus. Ez szerintem megér egy nagyon nagy megtisztelés. Meg akarom majd mindkettejüktől kérdezni, hogy társulati tagság vagy szabadúszás? Akkor hogy vélekedett erről a kérdésről, amikor a Madácsban már két évadot játszhatott, és szerződött rendes szerződés keretében a Csiky Gergely Színházban? Szerintem én azt a szót akkor, hogy szabadúsz, azt nem is ismertem. Tehát, hogy nem is volt a levegőben. Tehát, ilyen akkor számomra nem létezett. Mindenki színházhoz szerződött, és akkor a főiskolán végzetteknek mindenkinek volt szerződése. Nem mindenkinek Budapestre, de mindenkinek volt szerződése. Ma már nem így van. Tehát ma már sokkal nehezebb elhelyezkedni a színházaknál. És a mai napig azt gondolom, hogy társulati tagként lehet igazán nagyokat, jó dolgokat csinálni. Tehát ez most így nyilván nem hangzik jól, nem így van, mert nyilván fantasztikus színészeink vannak, akik szabadúszásra kényszerültek, vagy saját önszántukból választották a szabadúszást, és jönnek-mennek a színházakba. De mégis azt gondolom, hogy egy csoport, akik hasonlóképpen gondolkodnak, vagy hasonló céljaik vannak, gondolataik vannak a színházról, valahova egy dimenzió felé tartanak, azok
azokkal lehet igazán jó, hosszú távon igazán azokkal lehet jól együtt dolgozni, mert ott van a bizalom, ott van a szeretet, az együtt gondolkodás. Szerintem ez mind fontos ahhoz, hogy egy csoport épüljön, és ne csak így terjedelemben, hanem valahogy magasságokban is. És ez szerintem, ez az én lelkemnek biztos, hogy az tesz mindig jót, hogyha társulatban létezem. Egy alkalommal Eszter azt nyilatkozta, hogy amikor kívülről megy be valaki egy társulatba, egy produkcióra szerző, akkor mindig meg kell küzdenie, meg kell harcolni azért, hogy egyenrangú félként tekintsenek rá, és hogy a belső szokásrendbe az izoláltságát, azt átharcolja magát ezen. Jól fordítom le? Nálam mindig eltelik egy kis idő, amíg az ember belakja azt a teret, megismeri az új embereket, figyelem őket, ahogy próbálnak. Nyilván ebből nagyon sok mindent megtudok az emberekről, magukról is, nem csak a képességeikről. És ebben úgy az ember megtalálja a helyét, de ez idő, amíg ez úgy létrejön. Egy társulatban ezek meg már nem kérdés, nem kérdés, nem kell, mindenki tudja, hogy kivel szeret játszani, hogyan szeret játszani, miket lehet az egyikből, ezt ragozhatnám aztán hosszasan, de hogy ott is mindig újra kell kezdeni egy-egy szereppel, de nem a társulattal. Nekünk kívülállóknak azért ez egy kicsit furcsa, mert valljuk be, hogy amikor mi bemegyünk a színházba, és tudjuk, hogy a stáblistán vannak külsősök, akkor azt gondolnánk, hogy őket a társulat örömmel fogadja, mert a rendező koncepciójában arra a karakterre ő a legmegfelelőbb ebben a pillanatban. De ez nem így van, hogy a rendező gondolatát mindenki elfogadja, hanem úgy van, hogy kicsikét azért méregetik, hogy ide jött kívülről. Nem. Tehát bizalmatlanság nincs, csak egyfajta megszokottságból való. Igen, és nyilván ez alkati kérdés, és én egy szemérmesebb ember vagyok, tehát nyilván nekem egy új közegben nehezebb megtalálnom a helyem. Tehát nekem más, de ez biztos, hogy alkat kérdés is. Igen, ez önben benne van tényleg. Örülök. Péter, a te esetedben, ja, te is elkezdtél azonnal filmezni, tehát a főiskolán azonnal kiderült rólad, hogy gyorsan mindenbe részt belehúznak, címszerepet vittél, az egész világon elment a Szerencsés Dániel, a jobb lázadása, ami azt hiszem majdnem Oscar jelölést is kapott. Igen, akkor. Az ötben volt. Igen, egészen elképesztő. Ez 80-as évek közepéről beszélünk. Nagyon nagy filmek születtek akkoriban. Te megint csak abba a kategóriát tartoztál, hogy a másodéves hallgatókorodban utcán nem tudtál végigmenni, mert autogramot kértek. Én nagyon szerencsés voltam, mert most nem a Szerencsés Dánielre gondolok természetesen, hanem tényleg olyan kölyök képen volt, hát mindig elmesélem, én katona ruhában sem kaptam sört. Mert ember nem látja, hát 18 csak elmúltam, ha egyszer behívtak katonának. És hát megnéztem a katonakönyvben a fotómat, én se adtam volna magamnak. Ez nekem akkor jól jött, ez most furán hangzik, de hát azért a csacsacsa, a Szerencsés Dániel mind kölykökről szól. Tehát azért 14-15-16 éves kölyköket játszhattam 20 évesen. És ha nem is érett színészként, de mégiscsak ezzel a szakmával foglalkozóként, és nem egy gimnáziumból belecsöppenve a forgatás őrületébe. Tehát ez egy nagyon szerencsés időszak volt, föl sem fogtam természetesen. Tehát most valaki azt mondaná nekem, hogy van következő, ez két év alatt zajlott le, következő két évben az egyik filmem az majd Cannes-ban a kritikusok díját fogja nyerni, a másik film az Oscarra lesz jelölve, a harmadik pedig a Csacsacsa, az pedig a közönség egyik kedvenc filmje lesz. Hát nyilván pezsgőt bontanék azonnal. De nem fogja föl az ember, teszi a dolgát, és jobb is így. Nem, belecsöppentem tényleg a sűrűjébe, és nagyon szerencsés voltam. Forgatni szerettél volna akkor, tehát amikor ez elkapott ez a lendület, tehát azt gondolt, hogy az egész pályára, vagy pedig vágytál a színpadra is? Is, az ember mindent akar. Mit akarjon fiatal kölökként filmezni? A rendezés akkor még nem volt a fejemben.
Bár az érdekes, hogy a Szentcsés Dániel forgatása közben Ragály Jelemérnek azt mondtam, hogy az első filmemnek majd legyen ő az operatőrje, és arra bólintott. Tehát azért valami volt a fejemben, ami igazán misztikus, hogy én bennem volt egy kép kölyökként. És nagyon erősen bennem volt. Ebben én egy filmben szerepeltem, futottam, a kamera vette természetesen, hogy futok, meg különben minek rohangáljon az ember egy filmezésnél. És ez egy drámai jelenet, azt is tudtam. És egy másik kép is volt, hogy én erről beszélek közönség előtt. Ez egészen különös. Abba is hagyhattam volna a Csacsacsánál az egészet, mert az álom teljesült. A Csacsacsa című filmnek a vége az, hogy én földultam egy drámai jelenet végén, kicsit tört orral rohanok, és veszi a kamera, és én csak rohanok, és a kamera veszi, hogy én rohanok. Ezt tényleg láttam magam előtt, nem akarom misztifikálni, ez az igazság. Én imádtam mindig a filmezést, tehát nem véletlenül mondtam, hogy ott ültem az édesapám által vezetett kultúrházban és a mozi részleiben folyamatosan ott ücsörögtem. De effektíve mégiscsak 40 éves voltam, amikor az első filmemet meg mertem rendezni, vagy egyáltalán olyan helyzetbe keveredtem. De végig azt élveztem az egész életemben, hogy ennyi mindennel foglalkozhatok. Tehát hogy az tudom, amikor egy-egy ilyen nagy filmet az ember megcsinál, az egy tébolyult állapot. Hát emlékszem, utána elmentünk nyaralni, és fél állam, nem tudtam lemenni a családhoz a tengerre, mert délután én elaludtam a meló közben, és a kislányom belé följött valamiért a strandról, és fél államban felsnitteltem. Tehát emlékszem, hogy akkor bejön, akkor ezt mutatjuk azt kamerával, ahogy fölém hajol, akkor egy közeli. Tehát ezért ez nem egy normális állapot. És ebből az állapotból az ember aztán vágyik a színház minden hisztériájával, izgalmával együtt, mégiscsak egy nyugodtabb, minimum másfél hónapig tartó próba folyamatára. Hogy aztán X mennyiségű színházi próba után az ember nagyon vágyjon arra a fölfogozott ideg és elme állapotra, amit egy forgatás jelent. És itt nem ideges elmeállapotról van szó, hanem nagyon másfajta munka, ez tagadhatatlan. Tehát ezt a sokszínűséget, ezt a reneszánsz életet, kicsit nagyképűen és fellengzősen fogalmazza, ezt én nagyon szerettem, és az is egy nagy szerencse volt az életemben, hogy én Marton Lászlóhoz jártam, aki kifejezetten arra törekedett, hogy színházi, nem színészeket nevel, persze az volt a dolga, de színházi embereket nevelt belőlünk. Tehát olyan feladatokat kaptunk, amiket én imádtam, meg kellett húzni a darabot, elvileg nem dolga egy színésznek a dramaturgi munka. A díszletet az ember önmaga találta ott ki, világítgattunk, tehát egy színházi emberként minden ízére, minden szakmai ágára rálátva csináltuk végig azt az első két évet, utána már nem volt idő, mert utána előadásokat kellett rétrehozni, és kvázi professzionalistábbá vált a helyzetünk, bekerültünk a Vígbe. De én ezt imádtam, hogy, és talán ez is kellett ahhoz, hogy előbb-utóbb elkezdjek rendezni. Mai napig ilyen időpontok forgatagában élsz, és ugye mivel nagyon könnyű kideríteni a születési évszámodat, ezért előlegezzük meg, hogy idén októberben 60. kerek születésnapját fogja művész úr ünnepelni. Előre is köszönöm. És azt mondtad mostanában valakinek, hogy amikor végre színházi munkában vagy, akkor hogy arra vágysz azokban a hónapokban, amíg ez a határidőtől határidőig rohanás, teljesítés időszaka van, mert a színházban tényleg akkor visszatérsz önmagadhoz és lecsendesedsz, és hogy az egy nyugalmi állapot a színházi jelenlét, próba folyamat. Hát azért ez is a relativitás elméletében tartozik. Nyilván azért ez egy lázas hely. És amikor az Eszter a társulatról beszélt, ebből a lázból sok minden következik, és ne fessünk fel azért ennyire rózsaszín képet. Igen, attól függ, egy jól vezetett színházban a vendég szerepe, hogy kit hívok meg és miért, az nem szül nagy felzúdulást. De hát nyilván azért egy társulat arról szól, és egy jól összerakott társulatban elvileg nincs szükség vendégre. Talán Zsámbéki Gábor mondta bölcsen, hogy ha Sirályt ki tudod osztani, Csehov Sirályát, akkor rendben van a társulatod. Ha nem tudod kioldani, akkor gondolkodj el, mert akkor szerződtetni kell valakit. Tehát ez nem véletlen, tehát azért jó esetben egy nagy polgári színház le kell, hogy fedjen egy Csehov előadást. Tehát ha vendégnek hívnak, annak azért nagyon speciális oka kell legyen, de az a lényeg a társulatnak, hogy ezt a lázat
ezt jól kezelje. És amit az Eszter is elkezdett pedzegetni, hogyha én tudom, most a rendezői szemszögből mondom, hogy kinek mik a gyengéi, ki mitől jön zavarba, ki mitől jön lázba, akkor ez egy társulati létben, egy ívben az egy nagyon fontos dolog, hogy a következő szerepében gondolkodva, ez ilyen házi igazgató, azt gondolja, hogy akkor ezt most erősödjön meg színészileg, és kapjon egy olyat, ami kifejezetten neki jó, hogy a következő évben viszont tágítandó az ő létezését, nézzünk valami olyasmit, ami határon van, ami lehet, hogy elsőre nem ugrik be valakinek, de attól, hogy te ismered az illetőt, ezért oda mered neki adni, és ezektől fejlődik az ember, és nyílik ki, a színesedik az ő palettája, mi mindent lehet ráosztani. Ilyen értelemben én is a társulati létben, szerettem volna, én is a társulati létben hiszek, ugyanakkor az is biztos... De örök szabadúszóként. Nem vagyok örök szabadúszó, ezt visszautasítom, ezt én 18 évig voltam a Végben. Igen, tehát azt gondolom, hogy ugyanakkor egy hosszú ideig egy placon lenni, pont azért, mert kialakul rólad egy kép, pont azért azt az ember meg, én azért is jöttem, mert nyilván volt oka, de hogy kíváncsi voltam, hogy valóban az vagyok-e, amit most rólam gondolnak. Ez most egy furcsán hangzik, de hogy nem biztos, hogy egy ilyen nagypolgári színház üzemmenete, mint amilyen nyilván egy Vígszínházat, ott nem, egyrészt nem kockáztathat. Tehát a polgári színházban nyilván a Rómeót általában egy olyan srácra osztják, ami a nagykönyvben meg van írva. Otello nyilván egy dúvad kell, hogy legyen, mert a shakespeare-i alapképletet próbáljuk lefedni. De ahogy kilépünk ebből a körből, egy pince színházba belépve, hiszen a féltékenység és egyáltalán nagy érzelmek, azok nem ezekhez a külsőségekhez kötődnek, mindannyian tudunk őrült nagy szerelembe esni, nem kell hozzá olyan sármos fiatalembernek lenni, mint amit képként él bennünk a Rómeó. A szerelem az elsöprő és kész, ott nincs mese. Tehát ezt jobban elfogadjuk egy pince színházi helyzetben, most szándékosan egy ilyen példát mondtam. A lázról tettél említést. Anélkül, hogy nagyon kibeszélnék dolgokat, de egy alkalom egy produkcióra fölhívtalak, hogy vállalnád-e, mert hogy olyan előképe volt, hogy egy miniatűr, de mikrokozmosz, a Fekete Istvánról rátét vállaltad a Gimessel, hogy elmondtad prózában. Egészen elképesztő felvétel, tessenek megnézni, 5 perc, vagy mennyi, 6. És fölhívtalak, hogy most a Gimessel mi csináljuk a karácsonyi nagy koncertet Pesten meg vidéken, és hogy esetleg nem gondolkodhatnánk-e, nagyon feltételes módban és nagyon óvatosan kértelek, hogy csak aludjál rá és beszélgessünk róla egy hét múlva, és akkor nagyon azt mondtad, hogy ne arra, hogy Péter, bármit kérhetsz, de ezt az egyet nem, mert hogy ott az neked egy nagyon stresszes körülmény volt, és kérdezzem meg az Esztert, hogy tényleg azt nagyon nehezen vállaltad a Tamáséknak. Tehát van olyan láz, amikor nagyon magas láz, mert valami miatt az már-már a teljesítetetlenség egy ilyen virtuóz és sok hangszeren játszó színművész számára is? Én félek a szavalástól, és egyáltalán nem tudom, a színész életében a próba folyamat az ad egy módot arra, hogy megízleled, körbejárod a feladatot, és végeredményként mindenféle mozgásokhoz kötve, kollégákhoz és az elemzésekből megszületik egy figura, és annak a figurának azt kell mondania, amit éppen mond, nem, tehát a szöveg, mikor kérdezik, hogy lehet ennyi szöveget megtanulni, hát nem a szöveget tanulod meg, hanem tudod, hogy ki az, aki beszél, és akkor már nem mondhatsz mást tulajdonképpen, mint amit mondasz, hiszen az a dolgod, és abban a jó jelenetből és a jó helyzetből nem születhet más. A szavarás az kicsit más, az picit személyesebb, a döntésed, hogy te azt a verset választottad, az téged motivál, és én reszketek attól, hogy egyszer csak fonalat vesztek. Ennek van előzménye, nem akarom hozni az időt. Volt egy ilyen sokkos helyzet a fiatal színész életemben, és bár az artistának azt mondják, hogy azonnal ugorjon vissza, ha leesett a trapézról, én nem ugrottam vissza azonnal. És ha a Tomi nem egy igazán jó barát, aki, de végtelenül tisztelem a Gimes egész munkásságát, és rágta hosszasan a fülemet, és a novella az olyan csodálatos novella volt, és annyira gyűlölöm ennek az országnak a megosztottságát, és olyan gyönyörűen erről szólt, hogy ez elviselhetetlen, és
olyan emberek békülnek ki benne, akik 30 éve nem beszéltek egymással, és csak egy pici gesztus kellett hozzá. Egy pici gesztus. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a Roráte című Fekete István novellát, hogy valahogy akkor úgy éreztem, hogy le kell számoljak a saját félelmeimmel, de ha én elmondanám, hogy előtte milyen két hetem volt, az Eszter tudja, mielőtt én kiálltam ezzel a novellával nagy plénum elé, hát az így összességében nem tudom megérte. Tehát, hogy az hány hónap volt az életemből. Aztán lehet, hogy egyszer túl billenek, most még itt tartok vele. Egy kicsit a családról is. Amit szabad kérdezni, és amit egy édesanya elmondhat a kulisszákból, azt tudjuk rólatok, hogy tehát kint vagytok állandóan, tehát este hétkor fölgyulladnak a reflektorok, és nincs mese, akkor maximumot kell adni. Én most azt mondtam itt előtte a kamerának, hogy 110%-ot visztek oda este hétkor mindenhova, elképesztő. De hogy úgy érezzük kívülállóként, hogy van egy olyan világ, amiért még többet tesztek. Az otthon melege, a gyerekek és a család. Ott még 110%-nál is többet. És hogy Eszternek édesanyaként, aki ünnepelt színésznő, és minden, vagy sok este oda kell állni a reflektorba, milyen nehézségekkel járt ez, amikor a gyerekek még növekedtek? Mert ugye az első kislány azóta már felnőtt, Flóra után született közös gyermeketek, Olivier, majd aztán Szonya, akik furcsa mód mint hárman művész pályát, vagy előadó művész, vagy rendező, vagy ilyen pályát választottak. Tehát az akkor, amikor gyerekek voltak, volt ebben valami dilemma? Dilemma az nem. Tehát, hogy egyáltalán hogy vállaljunk egy gyermeket? Nem. Ja, azt hittem, a hogy... dilemma, hogy család, vagy karrier? Egyikünk sem tette fel ezt a kérdést a másiknak egyébként, hanem azt gondoltuk, hogy egyrészt, mivel nyilván mind a ketten színészek vagyunk, tehát tudjuk, hogy a másikban mik működnek. És nyilván ezt egyikünk sem várta a másiktól, hogy azt mondja, hogy én akkor most leteszem a lantot, és akkor inkább otthon maradok, hanem ezt megpróbáltuk megoldani. Tudom, hogy az életünk az egy folyamatos szervezés volt, amik kicsik voltak, de nem merült föl bennünk, hogy egyikünkben sem, hogy a pályát ott hagyjuk. Azt gondoltuk, hogy ezt lehet jól csinálni. Nehéz egyébként ezt jól csinálni, és nem is vagyok benne biztos, hogy nekünk sikerült igazán jól csinálni, de beosztottuk egymás között a praktikusan, megpróbáltuk megosztani nyilvánvalóan a nehézségeket, amikor voltak, és egyébként nem próbáltuk segíteni a másikat a pályáján, vagy a munkájában. De nem mondom, hogy ez mindig olyan magától értetődő volt. Tehát azért meg kellett küzdeni sok-sok helyzetért, vagy egy főpróba hétért. Tehát ezek azért nagyon-nagyon nehezek. Vagy emlékszem olyanra, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy hogyan lesz most már tiszta az okni a gyerekeimnek, mert nem tudom, mikor mossak. Tehát, hogy ilyenek voltak, de ezek meg hozzátartoztak. Tehát ezek nem úgy nehézségek. Az a nehézség inkább benne, hogy este föl kell állni, és hogy magyarázom meg az én lányomnak, vagy fiamnak, aki éppen mondjuk az ő életének egyik legnagyobb problémáját szeretné elmondani nekem, hogy jó, várj egy picit, mindjárt jövök vissza, vagy reggel találkozunk, és reggel el tud mondani, és akkor már nincs kedve elmondani. Tehát ezek azok, amik nem tudom, hogy bennük hagytak-e mély nyomokat, vagy az, hogy próbáltunk nem tudom, tehát hogy egy jó légkörű, vagy egy jó hangulat, vagy egy szeretetben lévő családot összehozni. Tehát azt gondolom, hogy amikor meg együtt voltunk, azokra emlékszem, amikor együtt voltunk, öten voltunk együtt, akkor mindig olyan, nálunk nagy ricsaj volt, nagy röhögések voltak, nagy veszekedések voltak, de hogy ezek tehát zajlott az életünk, és kicsit olaszos életet éltünk. De
Nem tudom, én azt gondolom, hogy én más ember lennék, hogyha nem lehettem volna színész, és nem biztos, hogy nekik jó lett volna, hogyha én nem vagyok színész, de lehet, hogy ez nagyon leegyszerűsíti a dolgokat. És vinték a gyerekeket öltözőbe, meg rábízni az öltöztető nénire, meg volt olyan, hogy a backstage-ben ott autóztak, vagy szóval ez nem volt jellemző. Nem, egyáltalán nem. Tehát nyilván elő-elő fordult, de mi nem akartuk, hogy ők színházi gyerekek legyenek, ami nem negatívum, tehát nyilván van, akinek szerencséje van és meg tudja oldani, tehát nyilván azok a kollégák sem azért hoznak létre ilyen helyzeteket, hogy a gyerek az öltözőben írja a leckéjét, mert ez a szándéka, nekünk szerencsénk volt, mert még szüleink tudtak segíteni, és abban is szerencsénk volt, hogy a mi babysitterünk családtag lett. Tehát olyan helyesen, pontosan és jól tette a dolgát. Ettől függetlenül valóban az egy nagyon rossz érzés, amikor a napi életritmusban a családok leülnek vacsorázni együtt, akkor nagyon sokszor kellett fölállni és elindulni játszani, tényleg nem egyszerű. Tény, hogy viszont kiszámoltam, amikor ezt elpanaszoltam a szüleimnek, akkor kiszámoltuk együtt, hogy egyébként egy perccel nem vagyunk kevesebbet a gyerekekkel, mint más családok, és azt pedig nem is kellett hozzá nagyon tudatosnak lenni, egyszerűen zsigerből az jött, tehát ezt nem elhatároztuk, hogy amikor otthon voltunk, akkor velük voltunk. Tehát talán mikor rendeztem, az volt nehezebb, hogy az a rengeteg plusz munkával együtt járt, de én remekül órákat eltöltöttem egyébként legózás közben, de tény, hogy fél hatkor egyszer csak föl kellett kászálódni. Cserébe viszont, meg a hétvége, tehát az is nálunk zavaros hétvége. És nagyon nehéz lelazulni, hát az ember tudja, hogy este jön az előadás, akkor az egy másik nap. Tehát akkor ott nem csak egy pohár bort nem tudsz meginni, hanem az összes ilyenfajta lazulási technikák is zárójelbe kerülnek, mert este jön akkor, mikor toppon kell lenned. Viszont cserébe nekünk ott volt a nyár, ami, hogyha az ember nem forgatott, és azért nem mindig forgatott, az egy óriási és tömény együttlét volt, és hát rengeteg helyre mentünk el így együtt, és azért azt, amikor beszélgetünk és fölidézzük a dolgokat, az látszik, hogy nekik szegeztük a kérdést, persze, hogy fájdalom, űr, hiányérzet van-e bennük, amire nyitottan és kapásból nemmel válaszoltak, és akkor ismerem őket annyira, hogy nem akartak megkímélni valami szörnyűségtől. Azt találtuk ki praktikusan, hogyha mi nem tudunk rendszeresen leülni, vacsorázni, akkor nálunk legyen szertartás a reggeli. És akárhonnan, az Eszter, emlékszem, Sopronból jött, lejátszott a Vágyvillamosának a főszereplét, biztos, hogy hazajött kocsival, megérkezett hajnal egykor, de hatkor, vagy nyilván nekem is volt ilyen, de hatkor keltünk, és hétkor gyertyafényes volt a reggeli. Ez volt a mániám, akkor gyertyát ültöttem. Köszönöm szépen. Ez egy kétségbeesett törekvés volt, hogy akkor a szertartás az legyen úgy, és akkor öten reggeliztünk együtt, és annak mindig megadtuk a módját. Bocsánat, csak ehhez hagyd tegyem még hozzá azt, hogy amikor lementem Kaposvár, és akkor bekerültem a Pinocchio című produkcióba, és a Flóra lányom 15 hónapos volt, és az volt az első színházlátogatás. Végignézte az előadást, de 15 hónapos volt. Én azt gondoltam, hogy hát ez, ilyenkor kell nevelni a gyereket. De tényleg, hogy tényleg minél korábban elkezdi az ember, annál jobb. És tényleg gyönyörű, a kékhajú tündért játszottam benne, hatalmas kék parókával, műszempillával, tehát gyönyörűen néztem ki fiatal lányként. Akkor voltam 22 éves, tehát azért még nem voltam, azt hiszem, igazán érett szülő, de már meg volt Flóra lányom. És amikor véget ért az előadás, és én oda mentem hozzá, egyszerűen sírva fakadt. Tehát, hogy ő engem a színpadon elfogadta, hogy annak látott, de hát nyilván ő még ez nagyon picike volt, de hogy az életben ő így találkozzon velem, azt nagyon nehezen dolgoztam, és akkor megértettem, hogy tehát neki nem erre van szüksége, tehát hogy én legyek lesminkelve, és én legyek az ő anyukája, és ne egy szerepből jöjjek haza. Fantasztikus. Van az önök életében egy zárt világ, de mivel ezt megmutatták a publikumnak, vagy mindenkinek, ezért különösen érdekel ez a történet. Nem frissen láttam jó pár évvel ezelőtt a Szerelmes Földrajz adását, amiben önök
elárulták az őrségi ház iránti kötődésüket, meg az ottani emberekkel való közvetlenségüket, és van néhány epizód, csodálatos a sorozat, Sárapa Sándor bácsi, ahogy beszél a Balatonfelvidékről, tehát akkor az embernek minden alkalommal feltámad a kedve, hogy akkor oda nem csak el kell menni családostól kirándulni, hanem ott venni kell egy házat, a feleségem megőrül ettől egyébként, de én mindig ilyen kedvet kapok tőletek. Hogy alakult ez az őrség? Azért az nem a családi, hogy mondjam, örökség része, hogy az ország túlsó csücskére, akkor még nem voltak autópályák, régebben nem voltak autópályák. Tehát, és mit jelent ez az őrség dolog manapság, amikor már kirepültek a gyerekek? Tényleg fura, mert egyikünknek sincs kötődése, illetve édesapámnak van valamilyen nagyon távoli kötődése Zala megyéhez, de igazán nem, hanem én tudom, hogy én 18 évesen voltam lent először az őrségbe, túraszerűen végigjártunk ott nagyon sok mindent, és akkor az élt bennem egy kép, hogy milyen csodálatos vidék. És aztán valahogy úgy alakult az egyik nyáron, hogy mi lenne, hogyha az őrségbe mennénk nyaralni. Két kutya, gyerekek, egy teknős, tengeri malac, nem tudom, tehát mind be a kocsiba, és menjünk le. És akkor béreltünk ott egy kis parasztházat, egy nagyon szép kis parasztház volt, és lementünk oda, de abban a pillanatban beleszerettünk. Tehát valami olyan vonzása volt mind a kettőnk felé, hogy egyszerűen tehát én azóta azt érzem, hogy ez valahogy a második otthonom, vagy második szülőföldem, vagy nem, tényleg nem tudom megmagyarázni, mert egyszer csak ha ott van az ember, akkor megérzi, hogy miért valamitől olyan erős a vonz. És mind a kettőnkben van egy vonzalom a falu irányába. Mind a ketten szeretjük azt a fajta létezést, ami egyszer csak nyilván ott is vannak mindenféle feszültségek, vagy lehetnek feszültségek, de mégis van hihetetlen nyugalmat, és valahogy az idő lassulását jelenti, hogy ott másképp telik az idő. Az őrségben van egy külön időszámítás, erre mérget veszünk mind a ketten. Tehát, hogy egyszerűen, nem tudom, nekem az a béke, az a nyugalom, én igazán ott tudok pihenni, ott tudok kikapcsolódni. Úgy rémlik, hogy a csúnya esős időben volt a forgatás, és mégis annyira sugárzik rólatok, hogy valami különleges szerelem, ilyen nagyon intim kötődés. Péter, hogy szervezitek meg ebben az őrült rohanásban határidők közepette, hogy most már pedig lemegyünk? Hát elszántan. Elszántan. Nagyon hiányzik egyébként, most már régóta nem voltunk, de nekem van hozzá kötődésem, bármilyen furcsa hangzik, nem Zala megyéhez, hanem később jöttem rá, hogy én nem pesti vagyok valójában. Sose értettem, hogy miért azt írják be, hogy miért a kórházat írják be. Tehát, hogy miért nem a lakhelyét írják be az emberek, hogy hol született. Azért, mert bevisznek egy kórházba, tudom, nem voltam pesti, mert a szüleim üres bőröndel nem tehettek mást, mint vidéken két pedagógus. Olyan helyen kerestek egy állást, ahol szolgálati lakást adtak, ha olyan oda lementek. Egyszer ezt filmen szeretném majd megcsinálni, hogy milyen szolgálati lakást kaptak, mert ez elterjedt, hogy valakik jönnek ide, akik csak házasok kaphatják meg, őrült házasodási hullám kezdődött a faluban. De ami szerintem egy elég bájos film alapja, hogy kiderült, hogy lakásért ha kell, hanem mindenki azonnal megpróbált beleszeretni a másikba. A lényeg az, hogy én vidéken nőttem föl, és 3 éves koromig Őrszent Miklóson, és aztán másfél évet Vácdukán. És az első emlékeim egyik, hogy meglógtam az óvodából, állítólag unatkoztam, azt mondtam, és sétáltam egy tájban, tényleg, ez megtörtént, tehát ez nem az álom kategóriája, és én rájöttem, mikor már 5-7 éve ott voltunk az őrségben, hogy az egy pontosan erre emlékeztető lankás vidék volt, mint az őrség, az a vázdukai rész. Tehát nekem így a gyerekkori élményként is beleragadtam ebbe az őrségi csodába, ami tényleg egy másik időszámítás. Hát emlékszem, amikor egyszerűen azt érzem, ezt már elmondtam sokszor, ismétlem önmagam, hogy jobb ember vagyok az őrségben. Ez nyilván ostobán hangzik, mert hát ugyanaz az ember vagyok, persze, de valami olyan harmónia, nem tudom, szakrális hely, nem akarom ezt túl misztifikálni, de amikor először emlékszem, amikor lekanyarodtunk, vezetek, ahogy vezetek. Tehát, hogy mondjam, autóversenyző akartam lenni, tehát szüleinek, de nem viccelek, tényleg engem ez nagyon izgatott, tehát hogyha nem pedagógusok, hanem gazdag mágnások lettek volna a szüleim,
akkor valószínűleg én próbálkoztam volna ezzel. Én imádom a sebességet. Nyilván három gyerekre az ember nem száguldozik, de amikor bekanyarodtam az Őrségbe, akkor nem éreztem azt, hogy elnyomok valamit magamban, hanem egyszer csak elkezdtem így vezetni. És a közértben megszoktam, hogy ugye a pesti közértben az így néz ki a pultnál. És én is próbálom fölben, hogy a sort ne tartsam föl, én is próbálom elrakni iszonyatos tempóban. És az Őrségben ez valahogy, lejöttek? Itt vannak? Igen, mondom. Nagyszerű. Az egyik kedvenc ilyen őrségi történetem, és ez is csak ilyen helyen született meg. Klárika, mi is az a PIN kód? 6244. 6244 a Klárika. Hát ez... hogy nincs gyanakvás benne, nincs, tehát, hogy valahogy a dolgok valami ősibb, egyszerűbb és tisztább képletet jelentenek. Olyannyira, amikor castingon egyébként azt vettem észre, kerestem romantikus filmhez egy főhősnőt. És véletlenül megnéztem, hogy amikor a szűrés után maradt három ember, mind a három lány vidéki volt. Mert az a fajta romantika és tisztaság, amit feltétlenül, nem mondom azt, hogy Pesten csupa romlott lény lakik, természetesen nem erről beszélek, csak azt mondom, hogy az a fajta lét torzít rajtunk, az a fajta agresszivitás, amire rákényszerül az ember, amiből föl is mentem rögtön a pestieket, mert nem attól olyanok, mert von Haushaus olyanok, hanem egyszerűen az az élettér, ezt hozza ki az emberből. Tehát nem bántom én azt a 2 millió magyar honpolgárt, akik közé magam is egyébként tartozom. Nyilvánvaló akkor, tehát a rohanó élet és a megnyugodott családi közeg az egy ilyen nem harmonikus, mert hogy kevesebbet vagytok Őrségben, de azért valamilyen módon kiegészítik egymást. Mégis az fölmerül bennem, hogy akkor ehhez képest hogy van az, hogy te mégis keresed a kihívásokat a mai napig? Tehát ugye tudom, 70 darabban játszottatok fejenként, tehát összességében. Nem adtam meg össze, de... 70 és 69, vagy 72 és 69, tehát elképesztően azonos számot mutat az ilyen listátok. Tehát 140 darabban láthatta őket a nagy érdemű közönség, egészen elképesztő szám. És emellett te tényleg most mondtad az előbb, hogy 2001-ben kezdtél el rendezni. Tehát, hogy addig vártad az időt arra, hogy elinduljon az új korszakai az életednek. És hát aztán 10-valahány darabnál, színházban előbb, filmet akkor kezdtél, akkor kezdtél rendezni. És akkor ez egy atombomba lett, tehát egy picit szálljunk egy rövid fejezetet az Üvegtigris sorozatnak, és ahol egyébként mindketten játsztok, tehát ráadásul, ami egy külön kérdés lesz majd, hogy azért milyen az, amikor együtt a színpadon, ami ma este is történni fog Bécsett. Tehát... nagyon rákészültél, nagyon nekirugaszkodtál, és hirtelen gyorsan kijött három is ebből a sorozatból, amire egyszer azt kell mondjam, hogy amikor egy miniszteri értekezett, ami nagyon nagy fegyelem van, egyszer a főnököm valami miatt hangosan felnevetett, mert szóba hoztam, hogy éppen tegnap nagy tisztességért, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság minden évben ad ki különböző díjakat. Közöttük a Fair Play díj, az egy nagyon megbecsült díj, mindig a sporton kívüli világból adják valakinek. És néhány évvel ezelőtt az azévi Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díját Rudolf Péter művész úr kapta, és Zarag Pistert is. Köszönöm. Ez most a szakmai díjak mellett mondom, hogy ilyen is van. De az a megtiszteltetésért, hogy én nyújthattam át azt a díjat, és akkor ezt másnap elmondtam a miniszteri értekezeten. És a miniszter úr elkezdett kizökkenni a szerepéből, és azt mondta, hogy elkezdett nagyon nevetni, kicsit ráütött az asztal, és azt mondja, hogy képzeljétek el, a hétvégén már nem tudom hanyatszorra az Üvegtigris 2 ment a tévébe, és a feleségem már sírva végig rögtön 10-szer. Tehát, hogy ez ilyen hatást gyakorol ránk, hogy egyszerűen tényleg akárhányszor, hiába meg is van otthon, de tehát például én arra úgy, hogy egy részt emelek ki a háromból, de tehát számomra, vagy számunkra családilag a fiaim már fejből tolják az egész jelenetet, de amikor a rendőrös jelentett van szegény Sinkóval, tehát az világszám. Tehát én azt hiszem, hogy az bármilyen nyelven, az világszenzáció lenne, de ezt magyar színészek így magyarul, hát én, tehát az a rendezésnek van egy olyan, nem tudom milyen, attribútuma, hogy ahogy ebben a műfajban tényleg atombombát robbantottál, és utána nagyon nehéz lehet kizökkenni abból, hogy te ne üvegtéris rendező legyél csak.
Igen, ez így van. Egyébként ez a jelenet, megmondom őszintén, közben szégyellem, de ezt nagyon hajnalban vettük föl, iszonyatos fáradtak voltunk, és állandóan a színészek szétröhögték a jelenetet fáradtságukban, többek között én is. Tehát nagyon vicces volt, hogy egyszerre kértem fegyelmet, majd utána én magam estem szét teljesen, de ez már a hajnal öt felé vettük föl, tehát nem volt egy egyszerű képlet. Igen, én... Ez nagyon nagy szerencse volt, hogy Busch Gábor Olvér barátom, mert azért ez az ő egy miskolci vidéki újságíró volt, aki elküldte nekem ezt, betegágyában ból küldte el ezt a könyvet, amit egy évig nem olvastam el. Különböző okokból elfelejtettem, és ő nagyon türelmesen várt. Tehát itt valamit mi fülön csíptünk, és őszintén szóval, amikor kérdezik, hogy tudtuk-e ezt előre, hazudnék, ha azt állítanám, hogy egy ekkora sikerrel, ki az a bolond nagyképű, vagy ki az a zseni, aki ebbe belelátja ezt, mondjuk, mint producer. De az tény, hogy amikor én ezt először elolvastam, akkor még nagyon messze volt persze ettől a végeredménytől, de az íze már ott volt, a figurák ott voltak, amin aztán még két évig dolgoztunk. Én úgy röhögtem Eszter a tanomra, hogy lenézett, hogy baj van-e. Tehát olyan hangokat adtam ki, amik a rosszul lét környéki állapotot is jellemezhették volna. És azért abban reménykedtem, hogy én vagyok egy különös figura, tehát nyilván, ha ezzel én így voltam, ha ezt mi pontosan felrakjuk és jól osztjuk ki a szerepet, akkor erre ez így fog hatni másokra is. És a műszak, a srácok, akik nagyon fontos elemei ennek a folyamatnak, a világosítók, a hangosítók, mindenki, mikor elkezdtünk forgatni, minden reggel sunyiba, titokban visszanézték az előző napi dolgokat, amik hát munkaidőből mentek. Tehát rájuk kellett szólni, hogy ahhoz, hogy holnap is visszanézhessenek valamit, ahhoz most azt le kell forgatnunk. De azért az sejtette, hogy ez hat, ez a dolog. És természetesen az nagyon fontos, mert a kérdésnek ez a legfontosabb eleme most, hogy az ember mit kezd egy ilyen sikerrel. Természetesen életem legnagyobb problémája legyen, hogy ezen agyalog, de tény, hogy közben nagyon sok minden történt, mert azért ezek öt évenként forgatódtak ezek a filmek, tehát 2001-ben volt az első, és utána 2010-ben a harmadik. Nagyon sok minden történt azóta, az ember változik, és nagyon sok mindenről szeretnék mesélni a filmen, aminek semmi köze ehhez a típusú történethez, vagy akár műfajhoz is. De nyilván a nekrológomban már azzal nem érdemes foglalkozni, valószínűleg elment Lali. Ez lesz a része. Emellé még szeretnék oda csempészni legalább két mondatot, és közben meg ostoba lennék, ha nem örülnék annak a sokféle szeretetnek, amit bezsebeltünk. És meg kell, hogy mondjam, nagyon sokan mondták, hogy ez magyar, kész, ez itt működik csak. Nem igaz. Én voltam Spanyolországban a hármassal egy fesztiválon, ahol végig röhögték úgy, hogy spanyol feliratot néztek, amit nyilván angolból fordítottak le. Tehát azt gondolom, hogy magyaros fordulatok azért áldozatul estek, de Louis-Louis kiáltásokkal rohantak végén oda hozzám. Nem, egy pillanatra nem is értettem, mert azért gyengécske a spanyolom, de azért összeraktam, hogy ez a Lajos. Azért magam mögé néztem még. De végig röhögték az egészet. Abszolút működött, és érdekes, a hármas az különböző fesztiválokon is volt. Az észtek leadták mind a három részt például. Tehát működne ez, tehát hogyha emögött lenne pénzünk, hogy ezt megforgassuk a világban, de hát ez nyilván az nehezen megy. Megpróbálom egyszerre örülni, és reménykedem abban, hogy tudok még olyat létrehozni, hogy még egy mondat oda keveredjen. Mivel itt már 2000-es, 2010-es években vagyunk, Esztertől azt nagyon szeretném megkérdezni, hogy amikor úgy döntött, hogy újra társulathoz kötődik, és talán 5 évig a Nemzeti Színházban működött, és utána pedig most talán a centrálban mind a ketten társulati tagok. Én nem, de valójában ott vagyok sokat. Valójában tehát, igen. Valójában tehát nem. Jelenleg centrálosok. Jogilag nem. Igen, ismerünk, vagy tudunk benneteket. Tehát, hogy Eszter, amikor úgy döntött, hogy a Nemzeti Színházban újra társulati tagságba megy, akkor valamilyen produkcióra szerződött, vagy pedig egy formálódó új társulatban megtalálta azt, hogy önnek ott feladata lehet?
Ez az utóbbi, és az Attila hívására és kérésére mentem oda, bízván ebben az egész újra. De tudom, hogy milyen az, amikor egy új színház elindul, az nagyon sok izgalommal és nagyon sok lehetőséggel jár, és nagyon kíváncsian várja az ember. Tehát még egy ilyen fokozott lelki állapotban van az ember, és mindenki, aki színházat csinál, hogy most valami új kezdődik. Ez nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolog. Csak az Trio Zsoltékkal, tehát az egész csapat akkor egyszer érkezett nagyjából? Sokan, igen. Nem mindenki, de nagyon sokan a Attilához szerződtek oda, Vigyenszky Attilához. Úgyhogy igen, tehát én tulajdonképpen ezért mentem, mert hogy én voltam előtte még a Svajda György igazgatása alatt, én voltam nemzeti színházi tag, de aztán másfelé vittek a történések és az események, aztán így keveredtem, és ekkor keveredtem vissza. De aztán most ez is lezárul. Mi volt a legkedvesebb abból az öt évből, a legkedvesebb szerep? Ha lehet ilyet kiemelni, elnézést. Szent Iván éjjálom, Hippolita, Titánia szerepe. A Cyranóban játszottuk a Roxánokat, de ez nagyon érdekes előadás volt, egy grúz rendező rendezte, Dávid Dojásvili, aki öt Roxánt rakott bele, tehát minden korosztályonként is a fiatal Roxántól mentünk fölfelé korban, és nyilván a nőnek sokféle arcát szerette volna megmutatni különböző helyzeteiben, vagy a különböző életszakaszokban, és nyilván ehhez választott öt különböző karakterű színésznőt is. És ez nagyon-nagyon izgalmas feladat volt. Aztán dolgoztunk kicsi a kis színházban is. Tulajdonképpen sok izgalmas dolog volt benne. Nagyon jó. És most hogyha a mostani naptárát megnézi, akkor van-e a ma esti produkció, az már talán 2000-es premier óta? Igen. Hányadik előadás lesz ez most? 400. 20-30, nem és tudom. Romeo és Julia 426 előadás elkészítő. Tehát ha mostani naptárát felnapozza, akkor a centrálban futó feladatok és az egyebek, hány helyen kell helytállni? Tehát hány produkciót kell fejben tartani? Most nem olyan sokat, mert most kiesnek belőle a Nemzeti Színházas produkciók, tehát most csak egy olyan 6-ot. Ugye? Nem tudom. Körülbelül. Hadd kérdezzük már lehet, meg, hogy... Lehet, hogy hetet. Tehát ez hogy történik? Tehát egy egész estés darabnál, ahol mindig élő van, tehát amikor az éppen aznap esti jön, akkor hogyan kondicionálják, hogyan elevenítik föl azt, hogy az aznap esti dialógok, végszavak, illetve monológok rendben legyenek? Maguknak máshogy fejlődött az agya? Nem fejlődött másképp, de máshogy edződik. És az biztos, hogy ez egy folyamatos edzés, ami az agyat folyamatosan karban tartja ilyen szempontból, de nagyon speciálisan szerintem, tehát hogy nem feltétlenül jobb, csak egy bizonyos szeletében ez nyilván nálunk valahogy egyszerűbben működik az átállása. De én azt tudom, hogy amikor egy előadást, már tudom, hogy mit játszom aznap este, akkor azért az én fejemben az akkor is benne van, még hogyha nem is olyan az előadás, hogy mondjuk el kell mondjam előtte a szöveget, vagy fel kell elevenítsem, de azért itt belül az folyamatosan működik és dolgozik. Hogy mire odaérek a színházba 17:30-ra, addigra az úgy már úgy bennem van az a szerep, vagy az előadás. És még itt, most már vége felé közelítünk. Mi van most a gyerekekkel? Flóra még Kanadában, és a többiek pedig elkezdték a saját pályájukat. Flóra Kanadában van, ő ott végzett színészként, igen, és átköltözött Torontóban, Montrealban végzett, átköltözött Torontóban, ott próbálkozik, de hát az egy egészen más rendszer, tehát azért ott az, hogy valaki színész, azt azért nagyon nehéz így elkönyvelni, tehát hogy az egy változó állapot. Ott színésznek lenni szerintem, csak mert nyilván a nagyon nagy sztárok mondhatják magukról azt, hogy ők tényleg színészek, mert abból élnek meg. A másik két gyermekünk meg a fiunk Oliver, filmrendező szakon. Oliver már lett ez.
Most csinálta a vizsgafilmjét, tehát hogyha ezzel, a diplomafilmjét, hogyha ezzel megvan, akkor már ő filmrendező lesz, igen. Kérte tanácsokat a papától. Hát néha igen, néha meg nyilván lázadó fiúként meg nem fogadja el nyilván a tanácsokat, vagy nem akar megbeszélni dolgokat, ez természetes. A lányunk pedig a negyedéves színművész szakon. Úgyhogy ő most már a Vígszínházban gyakorlaton van, és közben végzi ez egyetemet. A semmi hátrányát nem érzik ők annak, hogy két ilyen ikercsillagnak a gyermekeiként nagy elvárást fogalmaznak meg felé? Nem tudom, hogy hátrány, de biztos, hogy ez rajtuk van, tehát hogy ezzel meg kell küzdeniük. Még hogyha feléjük nincsenek is elvárások, akkor is ők maguk szemben biztos, hogy állítanak fel ilyeneket. Úgyhogy nem könnyű. Szerintem a nagylányunk azért is ment el egy másik országba színészmesterséget tanulni, mert nyilván ezzel nem akart megküzdeni. De mindenképpen, tehát hogy ez mindenképpen benne van. Tehát nekik át kell lépniük minket, de tulajdonképpen ez a más, ahol nem színházzal foglalkoznak, azokban a családokban is azt gondolom, hogy érkeknek mindig valahogy a lázadás maga az, hogy egy kicsit átlépünk a szüleinken, és egyszerűen megkeressük a saját utunkat, és nyilván ezt nekik meg kell találni. Tehát jó irányban vannak mind a hárman, ezek szerint. Irányban, igen. Igen. Köszönöm szépen, Péter. A te esetedben a te naptárad az most hogy néz ki? Mivel nem csak, tehát nyilván tervezési fázisban is sok minden van, és van olyan, amit nem mondhatunk el, de majd rövidesen valami pécsi vonatkozás, és reméljük, hogy benne lesz a naptáradban. Egy pillanatra azt azért nagyon firtatnám, hogy az És Rómeó kapcsán, hogy amikor először egész estés kétszereplős darabra vállalkoztatok, na az milyen volt? Tehát a hétköznapi őrületek és a rohanás után kiállni, ketten megcsinálni egy darabot. Hát akkor már 10 éve együtt éltünk, és még senki nem osztott össze minket. Tehát ez Vámos Miklós ötlete volt, hogy a Rómeós Júliának, ő akkor úgy gondolta, a páros jeleneteit csináljuk meg, aztán elkezdtünk foglalkozni az anyaggal, és úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ketten benépesíteni a színpadot. Megmondom őszintén, a kollégák is kicsit furcsán néztek ránk, még a minket kedvelők is, hát még a mufurcabbak. És bennünk is rengeteg félelem volt, hogy ez a fajta különös színház csinálási technika, ez hogyan fog működni, viszont ezt végül is kaptunk segítséget Horvas Ádámtól akkor a koreográfiában, aztán én egy Cikára belőadást láttam magam előtt, de egyszer csak behozott zenét, világítást megterveztetett, ő fölöltöztette ezt a dolgot, de az egész dramaturgiáját és nagyon sok mindent mi csináltunk ketten. Hát ez alatt összecsiszolódtunk. Az tény. Valóban nyilván az ember az, aki akkor is, amikor éppen a szakmáját űzi, de valóban olyan szegmenseit is meglátod a másiknak, amiket azért az élet egyéb területén nem feltétlenül veszel észre. Nagyon sok mindenben mi tökéletesen másként működünk, viszont az az érzésem, hogy most már ezt nem érzem, ezt állítom, hogy viszont jót is teszünk ezzel a mássággal egymásnak. Tehát az Eszter alázata az rám fér, és az én szemtelenségem se teresz rosszat szerintem az Eszternek. A szemtelenséget egy anyaghoz való hozzányúlás kapcsán értem. De ez össze-vissza hatunk egymásra, tehát emlékszem a nagyon szellemesen a 101 kiskutyában láttam, hogy a kutya hogyan idomul a gazdájához. Hát nyilván mi is azért, hogyha egy kutya tud idomulni a gazdájához, hát még egy férje a feleségéhez. Tehát valószínűleg... Valószínűleg oda-vissza hatunk egymásra, és ez jó. De az Eszterrel egyébként dolgozni az üdítő. Tehát amikor több ízben rendeztem, hát ez egy az ünnep szám. Nem csak nekem, szerintem mindenkinek. Fantasztikus, hogy egymástól függetlenül azt nyilatkoztátok. Eszter azt mondta, hogy mindig számít, minden
alakításban Péternek a véleménye, hogy ki kéri a véleményét. Péter pedig azt mondta, hogy rengeteget tanulsz esténként a színész mesterségről máig az Esztertől. Tehát ez egy fantasztikus vallomás. Én mindig félek, mikor ezeket elmondjuk, mert annyira rózsaszintén megszólalnak a hegedűk. Gicses. De nem tudok más, most nem fogok álproblémákat előrángatni. Nagyon szeretünk egymással dolgozni. Folyamatosan tudunk beszélni egymással, beszélgetni. Hát mindegy, hát most legyen ilyen rózsaszín. Hát ez az igazság. Most mit csináljak? Hölgyeim és uraim, én már megvettem a jegyünket. Ma este 19 órakor a Nevelési Központ Színház termében és Rómeó és Júlia. Csodálatos vendégeinknek köszönöm a mai estét. Nagy Kálozi Eszter művésznő, Rudolf Péter művész úr, keressék őket a különböző kiírásokon, és nem ulasszuk el megtekinteni őket, amikor csak tehetjük. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Nagyon-nagyon jó volt. Köszönjük. Köszönjük. Ez a jó bor. Még egy kort. Szia. Egyesült. Thank you.